ezt a mai eseményt a Fidesz Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatósága szervezte, aki arra hivatott, hogy kétoldalú kommunikációt folytasson különböző társadalmi csoportokkal, meghallgassa a csoportok problémáit, és igyekezzen megoldásokat találni a kisebb-nagyobb gondokra. A Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóságához tartozik az egyik ilyen legnagyobb csoport, a nők, és a mai napon olyan vállalkozókat hívtunk meg, akik egytől egyig példaértékű, sikeres vállalkozásokat vezetnek, és hát velük az ő véleményeikre vagyunk kíváncsiak. A Fidesz egyik legfontosabb célja és vállalása eddig is, és ezután is a kis- és középvállalkozások talpraállítása és versenyképességüknek a növelése. A Fidesz kormány az elmúlt 4 évben rengeteg pozitív intézkedést tett a kis- és középvállalkozások irányában, de tudjuk, hogy még nem teljes körű ez a javítás, talpraállítás, és van még mind dolgozni, ezért is vagyunk most itt, hogy meghallgassuk a valós élet tapasztalatait. Nagyon nagy öröm számomra, hogy 2 kormányzati szereplő is elfogadta meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm Szalai Piroskát, a nők foglalkoztatásáért felelős miniszteri biztos asszonyt, és Szatmári Kristófot, gazdaságszabályozásért felelős államtitkár urat. Mindketten a Nemzetgazdasági Minisztériumból érkeztek. Ők is kíváncsiak a ti tapasztalataitokra. Egy nő számára különösen nagy kihívás a munka és a család összeegyeztetése, és minden elismerésünk azoké a hölgyeké, akik ezt sok esetben egészen kis gyermekek mellett űzik a munkát, és sikeres vállalkozást működtetnek. Úgyhogy ezúton is gratulálok, és örülök, hogy elfogadták meghívásunkat, és engedjék meg, hogy átadjam szót Szalai Piroskának. Köszönöm szépen! Én is nagy szeretettel köszöntök minden résztvevőt, illetve a sajtó munkatársait, kollégáit is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a nőket a vállalkozások világában is egy picit különkezelni, egy picit máshogy nézni a női vállalkozókra időközönként, mint a férfi vállalkozókra, és mindenféleképpen fontos azt látni, hogy a KKV-k 2 témában, 2 területen jelennek meg igazából a gazdaságban. Egyrészt, amiről mindenki beszél és mindenki tudja, a GDP-hez történő hozzájárulásuk mértéke. KKV-k nélkül a most már statisztikából, számokkal is kimutatható gazdasági fejlődésünk nem lenne. A GDP-hez Magyarországon a KKV-k 55%-ban járulnak hozzá. A másik terület viszont, amivel most már azért egyre többet foglalkozunk, a KKV-k foglalkoztatásban betöltött szerepe. Magyarországon a foglalkoztatottak 75%-a, majdnem 75%-át KKV-k dolgoztatják, KKV-k adnak munkát a magyar foglalkoztatottak majdnem 75%-ának. Köztük nagyon fontos mind a mikrovállalkozások, mind a kisvállalkozások, mind a középvállalkozások szerepe, mindegyikre oda kell figyelni. És nagyon érdekes, mert az ember, hogyha kimondja azt a szót, hogy vállalkozó, akkor az esetek nagy részében, ha megkérdezzük, fiúk jutnak az eszünkbe. Holott nem csak fiúk vállalkoznak Magyarországon. Magyarországon a önfoglalkoztatókat tudjuk jól mérni statisztikában. A vállalkozások tulajdonosai között nincsenek olyan statisztikák, hogy mennyi a nő és mennyi a férfi, illetve nincsenek az operatív vezetők, az ügyvezetőkről sem ilyen statisztikák még, de az önfoglalkoztatókról tökéletesen jól összehasonlíthatóan ezek közös statisztikáink vannak. Körülbelül 420 000 önfoglalkoztató dolgozik Magyarországon, és ennek a 420 000 önfoglalkoztatónak a 34%-a nő. Az Európai Uniós átlagérték 31%, tehát mi jobbak vagyunk ebben az arányban, mint az Európai Unió, ha lehet ilyet mondani, a 9. legnagyobb női arányjal bíró ország vagyunk. A másik érdekesség, amit azt gondolom, hogy fontos nekünk tudni magunkról, és utána a intézkedéseink során is érdemes odafigyelni rá,
hogy Magyarországon van a legtöbb önfoglalkoztatónak alkalmazottja. Nők esetében női önfoglalkoztatók között 39%-nak van alkalmazottja. Az európai átlag ennél 15%-kal kevesebb. Ez is mutatja azt, hogy Magyarországon a vállalkozások is sokkal érzékenyebbek a foglalkoztatásra, a foglalkoztatás kihívásaira és problémáira. Magyarországon a foglalkoztatással kapcsolatos intézkedések nagyon nagy mennyiségben és értékben is a KKV-kat is segítik. Csak egyetlen egy intézkedésre hadd próbáljak emlékeztetni mindenkit, a munkahelyvédelmi akcióterv 2013-ban 115 milliárd forintot hagyott ott járulékkedvezményként a munkáltatóknál, ezt körülbelül 100 ezer munkáltató vette igénybe. Innen is látható, hogy a kisebb vállalkozások is, a KKV-k is igénybe vették ezt a kedvezményt, számukra is segítséget jelentett ez a kedvezmény, hisz hogyha nézzük, akkor ugye az átlagos igénybevevő szám az 7,5 volt, hogyha ezt a két statisztikát így összehasonlítjuk. A többi intézkedésre most nem én térnék ki, hisz igazán autentikus, azt hiszem államtitkár úr a többiről beszámolni, úgyhogy én átadnám a szót államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a hölgyeket és a tevészám úrat is, aki megjelent itt ma. Mivel ez ma egy konzultáció, ezért én nem szeretnék feltétlenül ilyen hosszú és beszámoló jellegű előadást tartani. Inkább én is csak most a bevezetőben, legalábbis a sajtótájékoztató keretében arra hívnám fel a figyelmet, hogy sokszor talán méltatlanul keveset tudunk a női vállalkozásokról, és ha megfordítom, a vállalkozásokban betöltött női szerepekről és ezek fontosságáról. Nem is mutatható ki minden statisztikailag. Statisztikailag én is annyit tudok mondani, hogy ami nagyon lényeges és fontos számunkra, amit látunk, az az, hogy a női vállalkozások, vagy nők által vezetett vállalkozások, azok kb. Az egyharmadát adják a vállalkozásoknak, viszont jelentősen magasabb a számuk a 10 fő alatti cégek esetében. Tehát jól látható módon az a legszélesebb, vagy a legjobban a társadalomba beilleszkedő része a vállalkozásoknak, amik a mindennapi szolgáltatások, mindennapi életünket befolyásoló vállalkozásokat jelentik, ott a nők szerepe nagyon fontos, sőt meghatározó, ha lehet így fogalmazni. Arról nem beszélnék, mert ez egy kicsit nehezebben körülhatárolható, hogy egyébként úgy gondolom, hogy egyébként minden sikeres férfi cégvezető mögött is van egy nő általában, és ha a családi vállalkozásokról beszélünk, akkor azt is érdemes megnézni, hogy a nők szerepe, hiába mondjuk a cégvezető a férfi a családban, ugyanakkor nagyon sok esetben a nő ott dolgozik a cégnél, és intézi a cégnek azokat az ügyeit, amit a szerepek ilyen a fajta leosztás eredményez. Tehát magánról beszélhetünk a nőknek maga a vállalkozásokban betöltött fontos szerepéről, is. De mindenképpen ami nagyon lényeges, hogy a kormány valóban elkötelezett amellett, hogy a mögöttünk hagyott 4 évben, és az előttünk hagyott, vagy az előttünk lévő 4 évben is azokat a vállalkozási formákat, amelyekben leginkább a nők szerepe meghatározott, azokat próbálja segíteni, és itt jó néhány valóban az új adózási formáktól kezdve ugye a önfoglalkoztatás szabályán keresztül jó néhány olyan intézkedés történt, amely segítette a nőknek a vállalkozásban betöltő szerepét, illetve idézőjelben a női vállalkozásoknak a megerősítését, és bízunk abban, hogy ez a folyamat erősödni fog, már csak azért is, és akkor ezzel zárnám itt a bevezető részt, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a mikrovállalkozásokról van szó, pontosan a család és a gyerekvállalás összeegyezhetősége az a vállalkozási formában való női szerepvállalással valósul meg, tehát nem egy munkahelyre megy vissza a hölgy, hanem valamilyen vállalkozásba próbál kezdeni a gyerekek mellett, hát ez egy külön nehézség, majd erről beszélünk, hogy a gyermekek ellátásának problémakörét veti elénk, ami ugyancsak segítheti a nőknek a vállalkozásban betöltött szerepét, de összességben elkötelezettek vagyunk, emellett is bízunk benne, hogy az elkövetkező időszakban is tud a kormány olyan intézkedéseket hozni, ami segíti a nőknek a vállalkozásokat.